Gyermekeink nagyon szeretik ezt a mesekönyvet, úgyhogy látszik is rajta, hogy nagyon sokat olvastam már belőle nekik. Talpas a hóember. Talpas hóember akar lenni. Ha hóember lennék, mondja a játékoknak a szobában, minden gyerek oda jönne hozzám, körbe táncolnának, és elmondanák minden barátjuknak, hogy micsoda pompás fickó vagyok. A nyakamba kanyarítanának egy gyapjussálat, és egy sárgalépát hoznának, hogy az legyen az orrom. Talpas a tükörhöz lép, és megnézi apró, fekete gomb orrát. Nagyon helyes kis orra van, de Talpasnak nem tetszik. Egyáltalán nem tetszik ez a kis fekete gomb orr, mondja Talpas. Túl kicsi. A hóembernek akkora orra van, hogy arra aztán mindenki felfigyel. Így hát egy hideg téli napon Talpas kilép a házból. Havazik, és az egész kert fehér. Otthon talált egy élénk színű csíkos sálat, amit a nyakába köthetett. Talpas az egyik mancsában sétapálcát szorongat, a másikban egy hatalmas sárgarépát és egy ragasztószalagot. Talpas megáll a kert közepén, és mancsával elkapja a hópelyheket. Jaj, de szeretem a havat! Kiáltja oda a vörösbegynek. A havazás mindig jó játékot ígér. Talpas a ragasztószalaggal az orrához ragasztja a sárgarépát. Teljesen mozdulatlanul áll, mint egy szobor. Úgy tesz, mintha igazi hóember lenne. A gyerekek mindjárt észreveszik, gondolja, és akkor kijönnek majd hozzá játszani. Talpasnak nagyon jó a kedve. Már alig várja, hogy lássa a gyerekek arcát, amikor észreveszik, hogy ő az. De senki sem jön. A gyerekek odabent nézik a televíziót. Nem látják Talpast, a hóembert, amint odakint ácsorog a kertben. Kópé, a szomszédban lakó kiskutya keresztül bújik az ösvényen, és megugatja Talpast. Pau! Pau! Ugatja Kópé, miközben körbe szaladt Talpas körül, majd ráugrik a lábára. Na, ne csináld ezt! Mondja Talpas, a hóember. Ha ugatsz, akkor mindig ideges vagyok. Ha pedig ideges vagyok, akkor tüsszentek. Ha tüsszentek, akkor viszont leesik az orrom. Kópé már nem is figyel oda, hogy mit mond Talpas. Talált egy csontot, és magával viszi a kertjükbe, hogy ott elássa a hóba. Talpas, a hóember, nagyon szomorú, mert Kópé nem akar megállni és játszani vele. Ráadásul Kópé még az orrát is elfelejtette megdicsérni. Kormi, a fekete macska, nagyon meglepődik, amikor ott találja Talpast, a hóembert a kertben. Mrrr, mrrr, dorombolja Kormi, és oda dörgölőzik Talpas lábához. Jaj, ne csináld ezt, mondja Talpas a hóember. Nagyon csiklandozol, ha megcsiklandoznak, akkor tüsszentenem kell, ha meg tüsszentek, akkor viszont leesik az orrom. De Kormi, a fekete macska, már nem is figyel rá, hanem hirtelen vadul üldözni kezdi a hópelyheket a kerti úton. Talpast elszomorítja, hogy Kormi nem akar megállni és játszani vele. Ráadásul Kormi is elfelejtette megdicsérni az orrát. Most már egyre jobban havazik, és Talpas reszketni kezd. A ragasztószalag átázik, és már nem tartja rendesen a szép sárgarépa orrot, ami le is esik a hóba. Kezd besötétedni. A nap bíbor színűre festi az eget a fák mögött. Talpas felveszi a földről a sárgarépát, és megeszi. Ebben a pillanatban egy kis időre kinyílik a ház ajtaja. Kormi! Kormi! Most már gyere be! Kiáltja a gyerekek anyukája. Itt a vacsora ideje! Talpas érzi a forró pirítós és a vaj finom illatát. Azt hiszem, mondja Talpas, a hóember, úgy teszek, mintha elolvadtam volna.
Így hát felkapja sétapálcáját, és elindul Kormi után a behavazott kerti úton. A vörösbegy leszáll a földre, és felcsipegeti a répa maradékát, amit talpas, a hóember hagyott ott maga után a földön. Talpas már odabent van a meleg szobában. Na, jó volt hóembernek lenni? Kérdezi Zsuzsi baba. Hát, tűrhető volt, mondja talpas, de sokkal kellemesebb, ha melegben lehetek, ha inkább önmagam vagyok. És nem szeretném minden nap a saját orromat megenni vacsorára. A vajaspirítós sokkal finomabb, különösen mézzel. Talpas, a hóember vidáman mosolyog, miközben lenyol egy kis mézet apró fekete gomborra hegyéről.